És itt vagyunk a kedvenc helyemen, Aegianan. Ezt szeretjük legjobban, nagyon szeretjük itt a fürdés nyáron. Imádjuk, úgy mondhatnám. A víz különlegesen sejmes, különlegesen meleg, a sóderes part kellemes, szóval igazán csak szuperlatívuszokban tudok beszélni erről a helyről. Most ugye téli képét mutatja, lemegyek a víz mellé. Nagyon rég el akartam jönni, de nagyon sok embert érdekel, hogy milyen is valójában ez a strand. Nagyon sokan kérdezik tőlem, hol van homokos strand. Na most ez a part homokosnak számít. Ugyan nem minden része homokos, és nem mindig homokos, mert attól is függ, hogy milyen a tél, amikor a téli sokszor a téli viharok teljesen megváltoztatják egy-egy partnak a kinézetelét, vagy a rajta lévő kavics és homok összetételét. Na most itt ezen a nagyon széles parton vannak olyan részek, amik homokosak, és vannak olyan részek, amik kavicsosak. Itt például mellettem ez a legnagyobb kavics, ami ezen a parton található. Lássuk csak hozzám közelebb. Így néz ki ez a kavics. A legnagyobb. A többi pedig olyan körömnagyságú, homokkal keveredő kavics, sóder, nem is tudom minek nevezzem. Nagyon kellemes, egyrészt nem ragad az ember, ragad, de nem annyira, mint a finom homok. Na itt vagyunk, majdnem a tenger mellett. Mutassam meg itt is, hogy milyen a kavics, hogy mennyire nagy, vagy mennyire egészen apró. Annyira apró, hogy nem is kavics, hanem, ahogy mondtam, sóder. Sóder, durva, homok, nem is tudom, minek nevezzem. Érdekes összetétele van, ráadásul ilyen piros színe van. Na, menjünk ide a vízhez. Közvetlenül a víznél is ilyen apró a kavics, úgyhogy olyan, mint a homok, tehát a gyerekek úgy szoktak bemenni itt, hogy így ugranak innen, mert ilyen hirtelen lejt, ami azt jelenti, hogy olyan, mit is mondjak, egy olyan 4-5 lépés után azért kezd mélyülni a víz. Viszont legtöbbször ilyen az egész part. És csodálatosan sejmes, sima. Na most ott, megmutatom, ott van egy ilyen sziklanyúlvány, amögött van egy kis öböl. Közel hozom. Most tele van sirályokkal. Emögé be lehet úszni, és van egy olyan csodálatos kis öböl, mint a Kék Lagunában. Az is ilyen apró kavicsos, egészen pici. Oda szoktunk beúszni nyáron. Egy nagyon jó hely. Kicsit fordulok még egyet itt a parton. Remélem, hogy élvezhető lesz a film, és nem fordítom túl gyorsan. Nem nagyon értek még én ehhez. Próbálgatom. Ennyire széles ez a tengerpart itt. Bármit lehet játszani nyáron, labdázni, focizni, beach volley, meg hát nagyon, elég nagy része a partnak ernyőkkel van benépesítve. Pont itt, ahol én állok, ernyők szoktak lenni. És ez egy elég kellemes dolog, ugye, mert az ernyők alatt nyugágyak, amiket pedig ingyenesen lehet használni. Általában szoktunk rendelni egy kávét vagy egy sört, de ha az ember nem rendel semmit, akkor sem haragszanak meg rá, mert van sok belőle, tehát sok a nyugágy, sok az ernyő, és így nem probléma, hogyha esetleg nem rendelünk valamit. Azért a jó érzés megköveteli, hogy valamit azért csak rendeljünk. Még egyszer rázumolok a partra, és akkor búcsúzom most már Ágáliból, Aegianából. Sok felvételt készítettem ma. Remélem, hogy hasznos volt, tetszett, és segít majd eldönteni azoknak, akik ide szeretnének jönni, hogy valóban jönnek, szóval valóban szeretnének-e jönni, és tetszik-e nekik ez a hely. Viszlát a következő felvételig!